Ebben a mostani videóban a méhpempőről lesz szó, a méhpempő hatásairól a hormonokra. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. A méhpempőt a méhek állítják elő, beleeltetik a lárvákat az első 3 napban, és egyedül a méh királynő az, aki egész életében fogyasztja a méhpempőt. A méhpempőt azért lehet nagyon sok fajta probléma esetén a terápia részévé tenni, mert szinte az egyetlen olyan természetes anyag, amely képes jelentős hatást kifejteni a hormonrendszerünkre. Márpedig a hormonok a legtöbb fontos folyamatban részt vesznek a testünkben. Az inzulin is egy hormon, tehát a cukorbetegségre is mondhatjuk, hogy hormonális probléma. A mellékvese által termelt anyagok is hormonok, a kortizol és az androgén hormonok. Tehát akár azt is mondhatjuk, hogy a stressz is egy hormonális probléma. A tesztoszteron, a progeszteron, az ösztrogén is hormonok, melyek ugye fontos szerepet játszanak a nemiségünkben és a termékenységben. A pajzsmirigy által termelt tiroxin is hormon, mely az anyagcserében játszik fontos szerepet, így jelentős hatással van a test súlyunkra. Az agyalapin-mirigy állítja elő a növekedési, a pajzsmirigy serkentő és a luteinizáló hormonokat. Az érzelmi és lelki állapotunkat is hormonok befolyásolják, az adrenalin, a dopamin, a szerotonin. A hormonok vezérlik a legtöbb fő testi funkciót, az egyszerű alapvető igényektől, mint amilyen az éhség, az olyan komplex rendszerekig, mint a szaporodás, vagy az érzelmeink és a hangulatunk. A hormonok viszik az üzeneteket a sejtjeink és a szerveink között, tehát kommunikációs szerepük is van. A méhpempő azzal a különleges képességgel rendelkezik, hogy rá tudja venni a testet arra, hogy abból a hormonból termeljen többet, amiből kevés van, és kevesebbet abból, amiből több van a szervezetben. Ezt elsősorban azért tudja megtenni, mert tartalmazza számos hormonnak az előhormonját, amelyből a testünk könnyen tud hormonokat építeni, illetve sok más egyéb mikrotápanyagot, például B-vitaminokat, és zsírsavakat is, melyek ugye nagyon fontosak a hormonok működésénél. Lássunk most 7 olyan hormonokhoz kapcsolódó problémát, ahol a terápia részévé lehet tenni a méhpempőt, és nagy eséllyel javíthat az állapoton. Az első a pajzsmirigy betegségek. A méhpempő fogyasztható mind pajzsmirigy alulműködés, mind felülműködés esetén. A kiegyensúlyozott pajzsmirigy működéshez sokféle vitamin és ásvány anyagra is szükség van, mint az A, a D és az E-vitamin, a cink vagy ugye a jód, melyek mind megtalálhatók a méhpempőben is. Pajzsmirigy problémák esetén napi 1-2 gram méhpempőt célszerű szedni 30-60 napig, és természetesen közben megfigyelni a hatásait a szervezetünkre. Súlyosabb vagy összetettebb pajzsmirigy problémák esetén a fogyasztás megkezdése előtt mindenképpen célszerű konzultálni orvossal, természetgyógyásszal is. Másodiknak a cukorbetegség esetén kifejtett hatásairól kell beszélni. A méhpempő javítani tudja az inzulin hasznosulásán hatására, csökkenhet az inzulin rezisztencia, és javulhat a hasnálmirigyben az inzulin termelő sejtek működése is. Fontos, hogy ez friss, tiszta méhpempőt szedjünk, és nem ugye mézzel bekeveretett vagy kapszulázott szárított méhpempőt. Cukorbetegség esetén 1-2 hónapos kurákat érdemes tartani a friss, tiszta méhpempővel, és napi 1-3 grammot célszerű belőle fogyasztani, naponta 1-2 alkalommal elosztva az adagot. Harmadiknak az ösztrogén progeszteron egyensúlyának felborulásából eredő problémák. Korunk népbetegség az ösztrogén dominancia, ami hölgyeknél ugye erős PMS tünetekkel jár, illetve sok más kellemetlen tünetet, de ami a legnagyobb problémát jelenti, az a meddőség és a terméketlenség. A méhpempő segíthet kiegyensúlyozni a két hormonnak az arányát, megemelni a progeszteron szintet, aminek hatására jelentősen megnő a teherbeesés valószínűsége. Legtöbben a méhpempőt hazánkban is egyébként ebből a célból fogyasztják. Termékenységfokozási célból naponta 1-2 grammos kúrákat érdemes tartani 30 napon keresztül a friss, tiszta méhpempővel, majd egy hónap szünet és újra megismételni a folyamatot. Negyediknek a luteinizáló hormonokra kifejtett hatása.
Ez a hormon indítja el a petesejtérését és a petefészek sárga testének fejlődését a hölgyek szervezetében. A méhpápő segíthetem megemelni a tüszőérésben is főszerepet játszó luteinizáló hormon mennyiséget, melynek szintje 35 év felett már folyamatosan csökken a női szervezetben. Az ötödik a PMS tünetek csökkenése, mivel a méhpápővel lévő egyes fegyületek utánozni tudják a női szervezetben lévő ösztrogén hormont, a méhpápő hatására csökkennek a premenstruációs szindróma tünetei. Megszűnhet a fáradtság, a szorongás, a depresszió és a puffadás érzet a méhpápő fogyasztás hatására. Ebből a célból naponta 1 g friss tiszta méhpápő célszerű szedni minden nap, 2 hónapon keresztül, majd tartani 2-3 hét szünetet és újra szedni. A változókori tünetek enyhítéséhez, illetve a változókor késleltetéséhez is szedhető a méhpápő. Ez lehet a hatodik problémakör, amikor bevethető. A méhpápő kitolja a változókor megjelenését, illetve ha már bekövetkezett a szedésével, akár újra visszaállhat a menstruáció. A friss tiszta méhpápő segíthet a változókorban jelentkező negatív tünetek, mint a hőhullámok, az izzadás, vagy a hullámzó érzelmi változások kiegyensúlyozásában és megszüntetésében is. A változókor negatív tüneteinek enyhítésére nagyon jó még a vöröshere, illetve a barátcserje kivonata is. A hetedik és egyben utolsó a tesztoszteron hormon termelődésének elősegítése és a spermaszám növelése. Egyre több férfinál jelent gondot az alacsony tesztoszteron szint, ami meddőségekhez és rengeteg más testi és életmódbeli problémához vezet. A férfiak általában már az első méhpápő bevétel alkalmával érzik a tesztoszteron megemelkedését a szervezetükben, hosszú távon pedig a méhpápő hatására megnő az élő spermiumok száma, fokozódik a spermák aktivitása, gyorsul a mozgások és érezhetően megnő a herék súlya is. Itt érdemes nem összekeverni az impotenciát a tesztoszteron szinten. A méhpápő mellé a hatásainak fokozása az ajánlott még a virágpor fogyasztása és a méhészeti termékek közül, illetve a fertőzéssel járó problémáról van szó, a propoliszból készült cseppeket, illetve a manuka mézet is be lehet vetni. Összefoglalva még egyszer a 7 hormonális problémát, ahol a méhpápő bevethető, a pajzsmirigy betegségek, a cukorbetegség, az ösztrogén és progeszteron hormonok kiegyensúlyozása, a luteinizáló hormonok termelődése, a PMS tüneteinek csökkentése, a változókorban jelentkező negatív tünetek enyhítése, és az utolsó a tesztoszteron hormon növelése. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni vele. Ha vannak személyes kérdéseid, küldj nekem e-mailben, és ne felejts el feliratkozni, ha még nem iratkoztál fel, mert így kapsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!